Sziasztok! Ugyan nem régen ért véget a Halloween, egy háziasszony, hogy nem kezdhet el elég korán készülni a karácsonyra, mint láthatjátok. Úgyhogy most fogjuk, és egy nagyon-nagyon finom kávélikört készítünk, amit, hogyha novemberben elkészítünk, akkor karácsonyra tökéletes lesz. Elsőként fogok egy lábast, beleöntöm a barna cukrot, és erre mehet egy kis víz is. Teszek bele egy szegfűszeget és egy fél út fahéjat is, majd alágyújtok, és sűrű szirupot főzök belőle. Én ugyan barna cukrot használok, nyugodtan lehet fehéret is használni, de a barnának az édesen túl van valami különleges plusz íze, ezen felül pedig sokkal jobban fogja mélyíteni a majdani likőrnek a színét. Nem kell hozzá sok idő, hogy szirupossá váljon a főzet. Kicsit nem is kell besűríteni igazán, csak az a lényeg, hogy a cukor teljesen feloldódjon a vízben. Ha ezzel megvagyunk, akkor mehet bele 2 dl lefőtt kávé. Egy kevés vaníliaaroma. És végül mehet bele a fehér rum, viszont még rottyantok rajta egyet, mielőtt beleönteném. Most kezd a fűszereknek az illata igazán érvényesülni, újra is forrt a kávéval, úgyhogy most elzárom. Egy picikét hagyom hűlni, beleöntöm a rumot, üvegbe öntöm, és innentől már csak érnie kell. El is készült a kávélikör, több mint fél liter lett belőle. Én majd ezt szebb üvegekbe kiadagolom és a barátaimnak szépen elosztogatom, akik reményeim szerint nem nézik a videóimat és meglepődnek rajta. Készítsétek el ti is ajándékba, vagy saját magatoknak. Egészségetekre!